Látszik, és a kormányon, hogy most már több mint egy hónapja nem ura a belpolitikának, nem kezeli ezt a helyzetet. Nagyon fontos politikusait veszítette el a, a fidesz ebben a pár hónapban, úgyhogy én azt látom, hogy itt jelentősen gyengül a kormánypárt, nagyon sokan szappanoperának hívják, hiszen egy családi történet, egy családon belüli, vagy egy bántalmazó kapcsolaton keresztül kerülnek ezek a dolgok napvilágra. Szándékosan nem néztem meg a tegnapi interjút. Egyetlen egy ember tudott volna lépni, és az Varga Judit. Profint csinálják, hát 10 tíz, tíz, évig építették ki ezt a lehetőséget, hogy lehet mindent jogszerűen ellopni. Én kire szavazok, az szerintem magán ügy. Üdvözlök mindenkit, Nemes Tamás vagyok. Ez az igazság 50 árnyalata, a frisshírek.hu online hírportál YouTube podcastja. Mai vendégem Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere. Üdvözlöm. Jó napot kívánok. Mm. Kerületi ügyekkel foglalkozom majd előtte országosakkal, mert hogy az ember csak kapkodja a fejét, ami most a, a belpolitikában történik. Ehm, hogyan értelmezzi ön, tudott -e mondjuk így magában már válaszokat adni erre a Magyar Péter jelenségre, hogy most ő egy ilyen ellenzéki messiás, egy Fidesz belülről égető hadvezér, vagy, vagy ki ő, aki itt most megjelent? Hát én is bajban vagyok, talán még most is, tehát erről már sok mindent gondoltam, és napról napra történnek ezek a dolgok, amelyeket összefoglalva Magyar Péter jelenségnek lehet valóban, valóban nevezni. Én most ebben a mai napon, nem tudom, hanyadika van, de ott tartok, hogy én örülök neki, hogyha nerben egymást öldöklik a résztvevők, és ütték. Én azt gondolom, hogy ez nagyban erudálja a Fidesz népszerűségét, látszik és a kormányon, hogy most már több mint egy hónapja nem ura a belpolitikának, nem kezeli ezt a helyzetet, nem arról szól a politika, amivel azért itt tényleg pár héttel, a két hónappal a választások előtt szólnia kellene, ilyenkor már nagyban kampányolni szokott a Fidesz. Látszik, hogy a kegyelmi ügyel együtt Szerintem nem véletlen volt ebben a, a, az időpillanatban, magyar Péter szándékosan választotta ezt az időpontot, amikor belépett ebbe a térbe. E, tényleg e, nagyon fontos politikusait veszítette el a, a Fidesz ebben a pár hónapban, úgyhogy én azt látom, hogy itt jelentősen gyengül a kormánypárt és hát ilyen zavaros, zűrzavaros idők vannak, amikor nem lehet még látni, hogy mi fontos és mi nem a valóságban, meg hogy ebből mi jön ki, jön-e jön ebből ki például új párt, vagy, vagy új erő, úgynevezett harmadik erő, vagy még tovább aprózódik majd az ellenzéki térfélen résztvevő köre, Szóval sok a bizonytalanság, én még csak itt tartok ebben. De mi van akkor, hogyha az egészben van a több csavaron belül is még csavar? Tehát, hogy ez már a kampány része igazából a Fidesz részéről, és igazából úgy tematizálja, a közbeszédet, a politikát, magyar Péterrel akár, hogy, hogy valójában fontos dolgokról meg elterelődik a, a figyelem, mert hogy azért alapvetően a kegyelmi ügyről például most már több heten nem beszélünk, semmi, e, e, nyilván új információk merülnek fel, de a kormány nem ad válaszokat a kegyelmi ügyre. E, azon kívül meg azért alapvetően olyan dolgokról nem esik szó, mint mondjuk, hogy soha nem látotta az államháztartási hiány Magyarországon, vagy a költségvetés romokban, stb. 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 Tehát, hogy, hogy valójában mi van akkor, hogyha ez a Fidesznek most jó? Hát nézzel, én nem tudom azt elképzelni, hogy amikor arról beszél az ország, hogy a független ügyészség munkájába kormányzati szereplő belenyúlhat, ott bizonyítékokat manipulálhat egy olyan korrupciós ügyben, ami hát például devizahitelesek vagy más nagyon szerencsétlen helyzetben lévő emberek tönkretételében tönkretételéből hasznot húzó ner lovagokról szól, hogy ez hasznot hozna a Fidesznek, én ezt nem hiszem. De úgy gondoltam, hogy érdekli ez az embereket? A -a -a Akár ez, hogy az ügyészségen, bocsánat, belenyúlnak dolgokba vagy sem, tehát hogy ugye ugyanez a völnerügy, tehát hogy, hogy felfogták azt a, a, az emberek, hogy, hogy korrupció gyanú van, és hogy, hogy bűncselekmény gyanú van. Ez a napi életükön nem változtat semmit. Nyilván bocsánat azokért, akiknek a lakását elvette a végrehajtói e, e, kamara, tehát hogy nyilván esetleg az ő életükben ez, ez, egy fontos állapot, de hogy, hogy, hogy a konyha ez téma, hogy korrupció van a kormányon belül? Hát ugye azért téma, mert körbe vette most egy tényleg nagyon sokan szappanoperának hívják, hiszen egy családi történet, egy családon belüli, vagy egy bántalmazó kapcsolaton keresztül Kerülnek ezek a dolgok napvilágra, és e, nem véletlenül mondtam a jó időpillanatot, hiszen az is hozzájárul valóban, ugye most a munkanélküliségi adatokból lehet legújabban látni, hogy ez a mély gazdasági válság az nem csak ilyen számokat jelent, és azok a húrá optimista közlések, amelyeket a gazdasági miniszter tesz, azok a valóságban nem létező. Ö, nem létező eredményekről szólnak, tehát van egy megélhetési válság, az emberek sokkal nehezebben élnek, a, az élelmiszerinfláció az, az egyszerűen annyira elszabadult, hogy kezelhetetlen, és nem tudják a bérek emelésével, sokkal kisebb mértékű emelésével ezt kompenzálni, tehát van egy rossz gazdasági helyzet. Én van Én ezekre gondoltam, tehát hogy egy ilyen mellett, amikor az emberek a mondjuk a pénztárcájukon érzik, akkor az, hogy a Polt Péter lemond -e, ez, 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 egy napi kérdés Ön... Kőbányán, Ferencvárosban a konyhaasztalnál? Nézzel önmagában azt hogy nem a Fidesz tematizálja most már két hónapja lassan a közéletet, mint olyat. Nem azt az üzenetet tudja átadni, ami most neki a legfontosabb lenne, hogy foglaljuk el Brüsszelt, vagy nem tudom, a magyarok az egyetlen nemzet Európában, ami nem szembe megy az autópályán, és tehát hogy Európa Uniós választások lesznek, kampány van, önkormányzati választások lesznek, ahol nincsen Fideszes jelölt, például Budapesten egyáltalán szinte megnevezve se, nemhogy érdemleges kihívó lenne akár a kerületekben, akár a fővárosban, de szinte még megnevezve is sincsenek, tehát hogy a, a Ilyenkor már régen arról szól minden a közéletben, hogy a Fidesz mit akar csinálni, mit akar elérni, hogyan akar mozgósítani, és hogy az ellenzék az mennyire tehetetlen, béna, tisztességtelen, stb. stb. Most nem erről szól. Most a, ez a közbeszéd, ez nem tesz jót a Fidesznek, és mondom, ezt még súlyosbítja az, hogy hát az emberek sokkal nehezebben élnek, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. Egy mondat még, de hogy ez is egy érdekes következmény, hogy nem tesz jót a Fidesznek, ugye most már azért egyre több jobboldali vagy baloldali közjövőnk kutató, de abban azért egyetértenek, hogy 300 kötőjel 500 ezer Fideszes szavazót veszített a kormányzó többség ugye azt viszont nem látszik, hogy ők az ellenzékhez csatornázottak volna be, tehát magyarul lehet, hogy a bizonytalanok táborát erősítik. A bizonytalanok viszont ugye alapvetően pedig a Fidesz erősítik, mert a jelenlegi választási rendszerben, ha nem mennek el minél többen szavazni, az a Fidesznek jó. Tehát erre gondoltam, hogy a csavarban is csavar van, hogy még az is lehet, hogy valójában a Fidesznek, nem azt mondom, hogy ez jó, hogy elveszít 500 szavazót, de alapvetően nem az ellenzékhez került be. Hát ez az ellenzékválságát jól mutatja, azt, hogy az, az elmúlt 4. 2022 ben volt ugyan a negyedik kétharmados veressége az ellenzéknek, azoknak a pártoknak, akik ezt az ellenzéki térfelet lassan 30 éve uralják, ugyanazokkal a szereplőkkel, ugyanazzal a mondani valóval, ugyanolyan ötlettelen, és hát sokszor Fideszel együttműködő és korrupt politikusokkal, ez a messiás veres, ami most magyar, szintén magyar Péter jelenségnek nevezünk, ez ennek a legjobb látlelette, hiszen látszik, és egyébként korábban is látszott ez mondjuk már Kizai Péternél, vagy más kívülről jövő szereplőknél, hogy az ellenzéki szavazók már nem akarnak erre a levitézlet társaságra időt vagy pazarolni, nem adnak nekik egyáltalán esélyt kiábrándultak, nem gondolják azt, hogy ez meg tudja dönteni a rendszer, le tudja váltani a Fideszt, és mint bárkit, bárkit, aki megjelenik, nem is ismerik. A valóságban már Kizaj Pétert sem ismerték, ugye egy vidéki közepes város polgármestere volt, Magyar Péterről sem tudtak semmit, egy hónappal ezelőttig, amikor ő még, vagy két hónappal ezelőttig, amikor ő még egy állami cég vezérigazgatója volt, tehát gyakorlatilag ismeretlen emberekben is jobban bíznak, mint a mai ellenzékben. Ezzel a témával kapcsolatban egy utolsó kérdés eh, olvasta Varga Judit Facebook bejegyzését, vagy akár a tegnapi Hajdú Péteres interjúját eh, látta esetleg? Én nem, nem, gondolom, hogy szeretném ezt megnézni. Nem, nem. Tehát szándékosan nem néztem meg a tegnapi interjút. Eh, én azt gondolom, hogy ez egy... Arra lenni kíváncsi, nagyon, csak nem politikusként, én... nőként mennyire tartja valósnak, vagy, vagy a valóságnak melyik részletét látja reálisnak abból, a, abból, ami most elhangzik, hogy ez egy megtört, megtört asszonynak a kinyilatkozása, vagy a propagandagépezetnek egy, egy, én, én azért nem meg Varga Gyutot, mert szerintem rendkívül megalázó, egy nőnek erről beszélnie. Engem arról, hogy ez egy bántalmazó, súlyosan bántalmazó kapcsolat volt, nem Varga győzött meg, hanem magyar Péter maga azzal a Facebook posztal, ami a HVG cikk megjelenése előtt tett közzé, és azzal a támadással a szóhasználata. A, a hang, hangvétele minden-minden tipikus példája volt annak, ami egy bántalmazó kapcsolatban történik. Az áldozathibáztatás, a mások hibáztatása, a mézesmázosság tankönyvét. Tehát hogy ezt nem, nem én mondom, ezt a szakirodalomban le van írva eh, nagyon régóta, és az, hogy Vargügdit ebben kiállt, az. Ez szerintem hiba volt, szerintem ez tényleg megalázó egy nőnek, bár lehet, hogy sokaknak akár még segíthet is, de körülveszi ezt is egy, egy nagyon, nagyon furcsa jelenség, hogy most azok az emberek, akik egyébként mindenféle módon elfogadhatatlannak tartják a családon belüli erőszakot, most csak azért, mert utálják, mert fideses, mert utálni kell, és azért, mert a messiás jelöltnek ellent mond, csak ezért annyit mondanak erre, hogy ő hazudik. Tehát ez, ez ez kerekedik fél. A hát nőjogi szervezetek amúgy most ugye, mm, elég keményenek is mentek e, Varga Juditnak emiatt, mert hogy, e, ugye, hogy nem értik, hogy miért emelte ezzel e, politikai szintére ezt a témát, ami nyilván mindig mindenhez köze van a politikának alapvetően, csak hogy alapvetően e, ugye egy politikai játszmának azt állítják ők, hogy egy politikai játszmát hozott be tulajdonképpen egy olyan súlyos probléma vagy helyzet halmazba, aminek azért a politikához nem lett volna köze. Egy gyors kérdés utolsó ígérem ezzel kapcsolatban, hogy azok az állítások viszont, mert Szavéből ugye is az derül ki, hogy azt mondja, hogy, hogy magát a verbális bántalmazást, azt, akár azt látja is ezekben a sorokban, hogy ezt elszenvedte, hogyha Bajer Zsolt, Dajstamás, Tamás, több Fideszes vagy Fideszhez közeli politikus azt állítja, hogy nem újdonság ez, amiről Varga Judit beszél, mert hogy erről mi tíz éve tudunk. Hát nem volt ott egyetlen egy fideszes politikus barát, aki kimenthette volna ebből, vagy segíthetett volna Varga Juditnak, ha ő saját magát nem tudta megmenteni ebből a helyzetből? Hát nézd, ez tényleg nagyon messzire vezet az én a szerepemtől, vagy attól, hogy itt ülök. Én azt gondolom, hogy ebben egyetlen egy ember tudott volna lépni, és az Varga Judit. Ő pedig Bántalmazottként egy ilyen kapcsolatban három gyerekkel, három kicsi gyerekkel, miniszterként, egy, ráadásul, ugye ő volt a, egyébként a családon belüli erőszakkal kapcsolatos kormányti ja. intézkedések ha úgy tetszik, fejlesztések vagy innovációk felelőse is, és ebben kommunikált is. Tehát úgy, hogy ő egy családbarát, és minden a családról szól kormánynak a minisztere, hát nem lehetett könnyű egy ilyen helyzetben eldönteni, és nyilván gondolom én, vagy ő el is mondta, ha jól tudom, hogy bízott benne, hogy hát mégis ez jobb, jobb lehet meg változhat ez a helyzet, a gyerekek is segíthetnek ebben. Tehát ugyanazokat a tipikus dolgokat látjuk, amit egy nem miniszter, hanem egy teljesen hétköznapi átlagember. Nem, nem is erre gondoltam, hanem az, hogy igazából, hogy az hogyha tudtak róla, és ennyien tudtak róla, és van egy úgymond család, a Fidesz nagy családja, hogy a Fordulhat elő az, hogy tulajdonképpen nem kap ebben segítséget. De ez egy költői, nyilván költői kérdés. De hát hát igen, de onnantól kezdve azért, hogy ő kormányzati szereplő lett, az már ugye nem magánügy, mert hogy nyilván azért ezt tudjuk, hogy hogy nem csak a Fidesznél, bármilyen más politikusnál nemzetbiztonsági átvilágítás, kockázat a többi minden megtörténik. Tehát, hogyha van egy ilyen ügy, akkor ezt valahogy... Kezel, talál... mornak... Elmondta Magyar Péter és Varga Judit is, hogy hogy amikor ők magánprogramon voltak, és aztán hazatértek, akkor ott őrzés volt. Tehát, hogyha jól tudom, rendőr vagy valamilyen igen, testő, igen, Ment velük a saját otthonukba, és ott állt, tehát volt ilyen típusú kormányőr. Kormányőr, hát, de, igen. Igen, igen. Jó. Túlbeszéltük talán, vagy hát ki tudja, mert, mert szerintem ez, ez még ez az ügy nyilván folytatódni fog. Kegyelmi ügyről beszéltük, érintettük és kicsit visszatérve a kerületre, akkor most már az országos politikából, hogy ugye most már én azt látom, hogy annyira nem e, téma a hazai belpolitikában, de önöknek Ferencvárosban e, milyen feladatokat okozott a pedofilbotrán kegyelmű felülvizsgálták a gyermekjóléti, gyermekvédelmi hálózatot, intézményeiket, akár olyat, amit nem tudom, hogy a kerületben van-e főváros által üzemeltetett, vagy önök által üzemeltetett. Tehát, hogy volt-e ezzel valamilyen feladatuk, ami, amit megtettek, mert hogy azt látták, hogy itt a rendszerben lehetnek hibák, és ezzel önöknek is tennivalójuk van. Hát nekünk van egy gyermekek átmeneti otthona nevű pici intézményünk, oda nem ott nem sok gyermek van, Kevesen vannak közülük, akik állandóan ott tartózkodnak, többen, akik hétvégente hazamennek, tehát ezek az ez átmeneti családi nehézségeknél van. Természetesen van egy jelzőrendszerünk, ez minden önkormányzatnál van, ez kötelező is. Egy olyan jelzőrendszer, ami a legapróbb hibákat, is ha jól működik, akkor azt a megfelelő időben, megfelelő idő, tehát megfelelően korán tudja jelezni a fenntartó felé. Éppen most volt ezzel kapcsolatban egy konferenciánk, a gyermekvédelmi intézményrendszerünk minden szervezeti egységéből jelenlévő és egyébként állami szervezeti ezzel foglalkozó intézményekből jövő kollégák beszéltek arról, hogy hogy lehet ezt még hatékonyabbá tenni. Mi nem tártunk föl a saját, mondom, még egyszer nagyon pici intézményünk. Nem csak erre gondoltam, hogy hát ugye s... az óbudai eset egy óvodában történt. Tehát úgy értem, hogy, hogy ilyenkor bocsánat, egy polgármester kirobban egy ilyen ügy, leképezi, hogy a kerületben akkor én gyorsan megnézem, hogy nekem van-e tenni hogy ilyenkor behívja az összes óvoda vezetőt, az iskolavezetőt, és elmondja, hogy akkor mindenki figyelje mindenkire, és, és ne engedjétek egyedül a gyerekeket vécére. Tehát De nem akarom elbagatelizálni, ez nyilván egy nagyon komoly dolog, de hogy, hogy ilyenkor hogy csapódik le egy ilyen országos botrány a kerület működésére? Mi, jellemzően ez úgy néz ki, hogy vannak ilyen protokollok, az, például az óvodákban vagy a gyermekekkel foglalkozó intézményekben arra, hogy, hogy milyen módon kell észrevenni vagy jelezni, hogyha valamilyen probléma van, ez nem csak abúzus lehet egyébként, hanem nem tudom, bántalmazás vagy megszégyenítés. Ez, hogy alultáplálta jön a gyerek. Így van, így van, tehát hogy több, többféle dologra kell odafigyelni, és ez a jelzőrendszer, ez én úgy látom, hogy egyébként jól működik. Nyilván vannak jelzések, panaszok, ezeket mi minden alkalommal kivizsgáljuk, írásban tájékoztatjuk róla a panasztevőt is, a belső vizsgálatokkor a helyi vezetőt és az ottani kollégákat is meghallgatva megpróbáljuk tényleg a lehető legalaposabban ezeket az ügyeket kivizsgálni, de hát az elmúlt Öt évben, most áttekintettük, hogy hány panasz volt, összesen négy panasz volt, és abból gyakorlatilag egy panasz vonatkozott olyasmire, hogy esetleg nem megfelelő hangnemben beszél mondjuk az óvónyi a gyerekkel, vagy valami hasonló, de ezt ez is kivizsgáltuk. Tehát, hogy ezek a protokollok, ezek úgy látom, hogy működnek, mindennel lehet javítani, mi is találtunk olyan apróbb pontokat, ahol jobb előbb beavatkozni, és természetesen felhívtuk mindenki figyelmét arra, hogy ezt a lehető legnagyobb alapossággal és gondossággal kell kezelni, ráadásul ezek nagyon érzékeny dolgok, és hát az a helyzet, hogy nem véletlen, hogy rejtve maradnak a nyilvánosság előtt. Akár a gyermekekkel szembeni, akár a felnőttekkel szembeni, családon belüli bántalmazás erőszak, hívjuk bárminek. Ezek olyan dolgok, amiket senki nem közöl szívesen. Volt, volt olyan gyermekkel szembeni bántalmazás, meg az édesanyjával, ami hosszú-hosszú évekkel később derült ki, és például a ahová járt a gyerek, vagy ahol dolgozott az anyuka, ott, ott nem tudom, rácsodálkoztak, nem akarták elhinni, hogy, hogy történt ilyen, aztán egy, 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 egy tragédia kapcsán erre fényderült. Tehát, hogy ezeket nagyon nehéz észrevenni, jelezni, de hát nem csak a tehát, hogy nem csak ugyan, abban az intézményben figyelnek erre, hanem vannak külön olyan intézményeink, ahonnan eh, oda küldenek még ellenőrző eh, kollégákat, szakértőket, szakembereket, hogy ezeket tudjuk kezelni. Két és fél hónap, kevesebb, mint két és fél hónap van vissza, ugye az LP önkormányzati főpolgármester választásig nem túl sok idő ön szerint kezdjük a főpolgármesterrel, Tarlós István távozása óta jobb hely lett Budapest? Mindenképpen, igen. Mindenképpen. És Karácsony Gergely megnyeri ezt a választást? Én azt gondolom, hogy igen. Mi a véleménye az indulókról? Tehát, hogy ugye azért most hirtelen berobbant Szentkrály Alexandra és Vitézi Dávid is van bármi esélyük nekik ezen a választáson, vagy inkább csak szavazat elvétel lesz az ő szerepük? Hát a berobbanni Szent király Alexander nem robban be. Én figyelem a kampányát, tehát a piacos képekkel, meg... Hát, ígéret baromét, no. azt hiszem, ugye, vagy nem is tudom, mi ez, hogy amit ígértek, ugye a Karácsony, Gergely, és mit nem tartott be, azt hiszem, most ez fut nagyon a TikTokon, tehát, hogy... Hát ez a tipikus gyógycsentően tök, a, nem tudom, tehát ez egy, ez egy megafon kampány, ez Igen, nem egy főpolgármesteri kampány, egy főpolgármester az elmondja, hogy milyen víziója van a városról, és különböző területeken mi az, ami jó, mi az, ami változtatna, ha változtatna, milyen módon, honnan szerez hozzá pénzt, mi a legfontosabb, mit képzel a, e, nem tudom, lakhatásról, a, a közlekedésről, a köztisztaságról. Két honapja? Hát én csak mondom, hogy ahhoz képest, hogy ő a Magyarország állampártjának, tehát legerősebb pártjának a főpolgármester jelöltje, ahhoz képest egy nem Tavidéki polgármesteri kampányra hasonlít az, amit most ő kampányként, vagy amit én látok tőle kampányként. Vitézi Dávid már sokkal erősebb kihívónak tűnik. Um, nagyon jól láthatóan előre megtervezett, szépen felépített, több témában releváns válaszokat adó kampányt csinál, és olyan módon kommunikál, hogy meghagyja a kérdezésre és a vitatkozásra is a lehetőséget az ő kijelentéseivel kapcsolatban, párbeszédre, és hát ebből úgy tűnik, hogy hogy alakítható is a, a budapestiek által az ő programja. Én azt gondolom, hogy, hogy, valódi és erős kihívó, de szerintem Szent Király Alexandr és Vitézi Dávid együtt sem tudják meghaladni Karácsony Gergely támogatottságát. Egyértelműen én nem láttam volna, hogy Karácsony Gergely támogatása mellett már letette a bokság. A fővárosi politika <kül> bocsánat, a fővárosi politika eddig része volt a polgármesterek politikai tevékenységének és életének, hiszen a polgármesterek adták a fővárosi Jöv. közgyűlés javát. Ez megváltozott, és a Fidesz szerintem hát a saját szempontjából nagyon ö, okos húzással, egyébként nagyon aljas húzással, ugyanúgy a pártpolitika szinterévé tette a fővárosi közgyűlést, mint ahogy az országos politikai életet is. Én Nekem az az álláspontom, hogy várospolitikában, helyi politikában nagyon sokat tud ártani a pártok versengése, sokat tud ártani az egymással e, szemben álló vélemény, sokat tud átadni az egyéni érdek, és a párt érdek, ennek a megjelni. És Ezt arra alapozom, hogy hát ugye most azért mégis csak vezettem egy várost öt évig. Ez ott, Kicsiben és a Fővárosi Közgyűlésben egyébként még így is, hogy polgármesterek voltak jelen, még nagyban is, rengeteg példa volt erre. Tehát, hogy én ezt, én ezt most már komolyan, nem csak vélemény, hanem tapasztalat is. Ez árt a várospolitikai. De az értettem az üzenetet, de hogy egyrészt ugye Karácsony Gergely annak idén ugye támogatta önt, azért viszonylag az egy egyértelmű kijelentés volt annak idején, hogy Ma nem egy egyszerűbb és tisztább kommunikáció, hogyha azt mondja a Ferencváros polgármestere, hogy én Karácsony Gergelyre szavazok? Hát nézze, hogy én kire szavazok, az szerintem magán Ügy. Én támogatom a főpolgármestert, de én azt gondolom, hogy ennek a városnak, Budapestnek a, a, a következő öt évében ö, nem fog tudni a főpolgármester, bárki legyen is az, olyan, típusú független politikus maradni, aki valóban a főváros érdekeiért tud majd dolgozni, megtenni, mert szét fogják őket szincálni. Mindegy, hogy ki lesz a főpolgármester Vitézi Dávid, vagy Karácsony Gergely, vagy Brenner Koloman, vagy Szentkirály Alexandra, a pártok és a pártérdekek ezt a nagy politika csataterében. De hát, ez hát, ugyanez megy az önkormányzatban önöknél is. Tehát, hogy... Hát ez, na ez, ez nagyon nagy kár, és én szeretném, hogyha a következő ciklusban ez megszűnne. És ezért én most egy, egy a választásokra létrehozott Egyesület színeiben fogok indulni, a jelöltjeink is egy Egyesület színeiben fognak indulni, pontosan azért, mert mindenki elfogadta azt, hogy a második helyen lehet csak a város ö, után az ő egyéni vagy párt érdekek. Az első Ferencváros a kerület annak a fejlődése és nem a pártszínekben fognak megjel megjelenni azok a jelöltek sem ezen a választáson, akik egyébként pártokból jönnek. De hát, be egy kicsit persze? sértettséget érzek, olyan szemben, hogy javítson ki, hogyha nem így van. Hát, hogy igazából hogy azért láttam egy-két testületülést, látom, hogy azért milyen közbeszéd van, milyen hangulat van, és én azért értem, hogy mire gondol, hogy a, a főpolgármesternek is ezzel ugye baj lesz, hogyha ha konstruktívan akar haladni előre, mert a politika ebben lehet, hogy akadályozni fogja, de hogy alapvetően azért nincs ebbe egy kicsit olyan, hogy azért, mert a DK, az MSP kihátrál ön mögül, és akkor ez a, hogyan lesz ebből ellenzéki összefogás? Csak ez, mert volt egy ilyen mondata, ugye, hogy, hogy miért nem DK, miért nem MSP? Én ön is ott tart az elmúlt 30 év az ellenzéki összefogás. Mire mentünk az ellenzéki összefogás? Összefogással 22-ben, akkor már mindenki összefogott, aki egyáltalán létezett. Negyedik, kétharmadra mentünk vele. Nem, én azt látom, hogy úgy tudunk sikeresek lenni, hogyha elfelejtjük ezt, és megpróbáljuk mindig a városunk, a településünk érdekeit az első helyre ö, tenni. És ez egyébként azoknak a képviselőjelölteknek is a. a, a szándéka, akik most ennek az Egyesületnek a színeiben fognak indulni. A DK és az MSP támogatottsága, hát a mi kerületünkben körülbelül a két farkú kutya pártéval azonos. Ezt most már több mérés is igazolja. Tehát nem pártok támogatására van szükségem, hanem olyan emberek támogatására, a szavazóim támogatására, és olyan képviselőkre, akik szintén így gondolkodnak, akikkel a városvezetésen tudunk dolgozni. Nem hogy a két azon... támogatását azért fogadja el, mert... Uh... Mert ők azt mondták, hogy én. támogatnak. A DK meg soha nem mondta meg az ember. Az, azt értem, hogy miért fogadja el, mert ha valaki támogatja, azt fogadja el, és nem azt, aki nem. Ezt ez, ez nyilván értem, de hogy, de hogy, hogy alapvetően azzal, amit ők képviselnek, azzal mert egyet, és nem a két százalékukra, a három van szüksége. Mert hogy alapvetően nem, én... 16 százalékon áll jelen pillanatban a Ferenc mondom, a két kétfarkú kutyapárt, nem kettőn. Ez az egyik. Nyilván, úgy ugye azt szokták mondani, hogy azért akármilyen is önkormányzat, meg európai parlamenti választások vannak, azért valamennyire ezek a a választások is leképezik az országos politizást, ott meg ugye 5 on van a parlamenti küszöb felett mérik a két farkú kutya pártot, tehát hogy Igen. alapvetően azért az emberek, amikor a kerületbe elmennek, akkor is az országos politikának a benyomásait képezik le, nyilván a helyi ügyek mentén, tehát hogy valaki mondjuk tette a Ferenc ér, vagy sem, az nyilván számít, Igen. de nyilván nem fognak egy olyan pártra szavazni, akikben mondjuk egyáltalán nem bíznak. Én azt Nekem ebben más megélésem van. Az én 19-es előválasztásomon a ez a logika volt a másik oldalon, nem az enyémen. A másik jelölt mögött voltak ezek a pártok, az úgynevezett nagy pártok. Mögöttem az akkor még nagyon-nagyon alacsony támogatottsága rendelkező két farkó, és az LMP volt csak a pártok közül, illetve helyi civilek és a helyi szavazók és ehhez képest 72-28-ra győztem le a nagy pártok, akiket ő mond az országos politikát leképező, vagy országos választásokat leképező pártok jelöltjét. Nekem erről más a megélésem, és nekem ez egy olyan visszajelzés, hogy a kerületiek igenis azt szeretnék, hogyha az ő dolgaikkal olyan foglalkozna, akiknek az ő dolgaik a legfontosabbak, és nem pedig a párt érdekek, meg az, hogy milyen kádert, milyen fizető állásba kéne elhelyezni, akit egyébként nem, nem találtunk már neki jó munkahelyet más kerületekben. Akkor jobban velemembe a kerületi ügyekbe. Volt egy olyan mondat a talán azt hiszem a klubrádiónak mondta egy fél éve, hogy pontosan tudom, hogy a Fidesz mennyi pénzt vitt ki a, a kerületből, ugye a korábbi kilenc évvel alatt, hogy én nem olvastam, de javítson ki, hogy ha viszont ennyi pénzt, azt mondja, hogy kivettek a rendszerből, és tudom, hogy pár dologban parkolás, Ferencváros, tehát ott voltak feljelentések is, de igazából nem látom az eredményét, hogy bárki azáltal, hogy a kerületből kilopta a pénzt, az most jelenleg börtönben ülne. Hát mert nagyon egyszerű ez a NER működésének a lényege. Hát minden csodálatosan, teljesen, euh, teljesen szabályos és euh, jogilag támadhatatlan szerződésekkel van ellopva. Ez nem csak a kerületben érvényes, ez egész Magyarországot így lopják el. De akkor azt mondja, De hogy a végül... vagyonkezelő korábbi helyettes, és aki ellen ugye elindult az eljárás, aztán Igen. végül is felmentették, akkor akkor ugyanez Felmették, a... ezt nem tudtam. É, vagy, bocsánat, az eljárás az hiszem megszűnt el, el, én, én valahogy úgy olvastam még annak idején. Többet tudnálom. Hogy, 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 hogy akkor ez, az országos politikának a leképezése, tehát hogy meg a NER rendszernek a leképezése, amit ön mond, hogy akkor azért nem lett ebből ügy, mert valójában minden törvényileg szerződésekkel alaposztó. Ezt, ezt Profint csinálják, hát tíz, tizen, tíz évig építették ki ezt a lehetőséget, hogy lehet mindent jogszerűen ellopni. Hát erre épül a NER, arra hoznak törvényt, amit éppen el akarnak lopni. Hát most ö, számtalan olyan beruházás van, olyan ügyünk van, amikor azt mondja a kerület, hogy nem szeretnénk egyeztetni, nem akarjuk ezt, más szeretnénk, és, és kijön éjszakra egy egy rend, kormányrendelet, hogy hát innentől kezdve például a kerület nem léphet be a saját területére, ott az építőkezés nem zavarhatja, neki oda semmilyen beleszólása nincs, nem, ké, nem szedhet érte területfoglalási engedélyt, az a beruházáshoz kapcsolódó közterületfoglalásért, stb. stb. Most komolyan erre rácsodálkozik? Hát így lopják el Magyarországon. Nem arra, hogy hány feljelentést tettek mondjuk ebben az ügyben? A, a, a hol volt kézzel fogható bármilyen károkozás, abban tettünk feljelentést. És valóban jó párnak az lett a vége, hogy de hát ott a szerződés alá megszavazta a testület, aláírták, olyan feltételekbe egyeznek meg, ami ennek be akarnak. Ugye a, a parkolási szerződésünk tíz évre szólt, és hát én nem tudom, hányszorosan volt túlárazva az a tény, hogy ebben az évben már több mint egy milliárd forintos eredményt ért el. Csak ez a kerület a parkolásból úgy, hogy korábban vagy nulla volt, vagy nulla közeli, de olyan is volt, amikor mínuszba fordult. Most gondolj el, egy, én pénzedek egy tök üres aszfalt csíkér, amit valamikor megépített valaki, én szedek érte pénzt, és az nekem veszteséges pénzbe kerül. Hát szerintem ennél egyértelműbb lopás kevés van. Két dolog, ami a kerületet érinti, ugye az egyik az atlétikai stadion, öm, nyilván... Öm, ott áll, szép lett, háromszor annyira épült meg, vagy két és félszer annyiba került a végén azt hiszem minden, minden tervezték, de ez nyilván, mm. ami az önöket érinti, hogy lett egy szép stadionjuk, történik ebben bármi, vagy kicsit ilyen olimpia feelingje van, feeling van az embernek, hogy amikor az olimpiák után ugye ott állnak a, a stadionok üresen, és nagyjából örülnek, ha fent tudják tartani. Igen, nem véletlenül volt egy... Hogy is mondjam, egy csomag, azzal kapcsolatban, hogy mi támogassuk a, az atlétikai világbajnokság megrendezését. Ebben voltak fővárosi kívánságok, a bizonyos egészségügyi igen. programmal kapcsolatos, és voltak kerületi kívánságok. Ezeket a joganyag teljesítette is a kormány? A nagy részét, igen. De aminek a, a legfontosabb része pont ez volt, hogy ne legyen ott egy óriási, hát nem is tudom, pár ezer atléta van ebben az országban, olyan atléta, aki versenyszerűen sportol, az atlétikai szövetséghez tartozhatnak még esetleg ifjúsági szakosztályok, stb. De tényleg ne legyen egy 200... Még a pár ezer az az egész országban van, és De a 16. Igen. kerületből se fog átjönni az ikarusz atlétika azért, hogy önöknél fusson egy kört. Most elnézést. Ez, na nem is akartam mondani. Tehát tételezzük fel a legjobbat, hogy ez a pár ezer atléta használja. És mindenki ott van. Igen, mert ugye ez egy nagy versenystadion. Egy világbajnokságra alkalmas stadion. És mi nem szerettük volna, hogy hogy, hogy ez így maradjon, hanem azt kértük, hogy ez egy olyan komplexum legyen, ami minden napján az évnek megvan nyitva a budapestiek számára. Nem csak a ház, maga a stadion, hanem a teljes környezete, ami Budapest egyik tényleg legjobb adottságú Dunaparti területe, ahol a azt értem, hogy a plázs, a, a, a parkot működik körülötte, de bent történik-e valami? Igen, a... igen, most mondom. Tehát, ha... Igen. Tehát önmagában a stadion tetején lesz egy olyan nyitott rész, ahol futópálya, meg görkocsai pálya két kör. Uh, igen. található, amit meg lehet közelíteni a Dunapartról egy hídon keresztül, egy ökorámpán keresztül, tehát be se kell menni az épületbe, bárki, aki mondjuk biciklizik a Dunaparton és át kell cseperre, az föl tud jönni ezen a hídon a stadionra. ott egyébként kávézók, pihenőhelyek, mindenféle közösségi tér is lesz, és tömegsportra alkalmas futókör, illetve kör. Ez az egyik. A másik ugye nekünk lesz a házban, éppen nemrég voltam bejáráson egy e, nagy sportovodánk. A ház mellett egy óriási, tényleg a leg, legjobb minőségű, legszebb játszótér e, lesz a belül a stadionon, nekünk lesz egy kicsi kialakítású koncert és színházi helyszínünk, magyarul egy színpadunk, amit egy mobil színpadot kapunk, amit be lehet tenni a stadion belsejébe, és saját magunk is rendezhetünk ott mondjuk színházi előadásunk, előadásokat, vagy bármilyen más eseményt. Lesz kívül egy szoborpark, fitnesspark, egy óriási kutyafuttató, tehát hogy maga a létesítmény a környezete, a plázs, a futrekesek, a szoborpark, tényleg nagyon sok minden lesz, az alkalmassá válik, egy évig építik át, ugye most ez most igen, folyik, igen, ezeknek igen. a projektelemeknek a kialakítása most folyik. A kivitelező, aki egyébként a stadiont is építette, egy éves határidővel vállalta mindezeknek az elkészítését. Ezek Ezek nem, ezeket nem érinti a beruházás is top? Vagy ez már ugye. Nem, hát. Tehát ugye ez, hogy ez, ez nem egy korábbi nem a Valóságban. Tehát ez a hát. beruházás, ez a stadionépítés, hogy most hát. belül kialakítanak egy óvodát, meg egy játszótér lesz mellette. az, az Akkor ez nem. meg lesz. Meg persze, ez a szerződésükbe bekerült, a forrást megkapta rá a cég. Az hát akkor ez egy kiváló példája a példás és gyümölcsöző kapcsolatnak a kormányzat és hát egy ellenzéki így. gondolkodású kerület között. Hát nézze nekem, ez a feladatom, ezért választottak meg, én nem nem tudom, mi vagyok, zászlóvivő, messiás, vagy nem tudom, ellenszéki országos politikus, én egy polgármester vagyok, aki azt akar elérni, hogy a legjobbat hozza ki, a legjobbat próbálja meg elősegíteni, vagy ha, ha van rá forrásom, lehetőségem, hatásköröm, stb., akkor csinálja meg a legjobbat, ami a kerületében élőknek, amire szükségük lehet a kerületben élőknek. Egy utolsó kérdés, az egyetem, ugye a Fudán Egyetem nem valósul meg, van-e önnek bármiféle belső... Kormány közeli információja arról, hogy, hogy ebből lehet-e bármi még, mert hogy azért én azt nem gondolnám, most nyilván itt különböző okok miatt pénzhiány stb. ugye nem valósul meg ez az egyetem, a kínai egyetem, de én azért azt nem gondolnám, hogy nincs egy ígéret Kína felé, hogy ezt egyszer meg kell építeni, és egyszer egy ilyen lesz. tud -e arról valamit, hogy ezt napirenden tartják, ugye most az alapítvány körüli botrányokról, pénzköltésről, hallunk, de hogy lesz-e az önkerületében kínai egyetem? Egyetértek az ön értékelésével, hogyha ez a szándék, ez a politikai szándék ugye mindig az a lényeg, a többi az csak blabla. -bla. Ha van arra szándék, hogy Kínának itt legyen egy egyetemi kampusza, akkor, és ez a szándék még most is megvan, akkor ez meg lesz. Az, hogy mikor és hol, ezek olyan kérdések, amelyek ebből a szempontból részletkérdéseknek minősülnek. Ezt támasztja alá, hogy törvény van a Fudán Egyetem létrehozásáról, az alapítvány működik, annak tisztségviselői vannak, az alapítvány forrásokat kap, finanszírozzák folyamatosan, úgyhogy semmi, valóságban semmi nincsen. Tehát a politikai szándék az most is megvan. Az, hogy a közhangulat az megakadályozta, és ebben talán nekem is volt szerepem, és én ezt azért vállaltam föl, mert láttam, hogy a kerületiek, meg a budapestiek egyébként, nem csak a Ferencvárosiak, nagyon nem szeretnének egy kínai egyetemet a Dunapartra. Szóval, hogy ez, akkor ezzel ellen erősen felléptünk, erős eszközöket használtunk. Talán emlékeznek, hogy amikor az utcát nevezések voltak, akkor még a kínai külügyminisztérium is megszólalt, ami tényleg szokatlan egy tízmilliós ország egyik polgármesterével kapcsolatban, ez kicsit erős volt, de hogy, hogy ezeknek az eszközöknek hála ez a beruházás, elnapolódott. Legalább ennyit elértünk. És én azt gondolom, hogy a helyszín a helyszínnel kapcsolatban is átgondolják ezt, hiszen nagyon nehéz, persze nekik technikailag könnyebb lett volna, a diákváros tervei készen álltak. A oda nagyon nagyszerűen be lehetett volna illeszteni a Fudánt a különböző kis kapcsolódó beruházásaival együtt. Nekik nagyon kényelmes lett volna ez, de addigra már a diákváros tervei, az a vízió, ami egyébként a kormány, a főváros és a kerület egyetértésével ilyen nagyon kevés van. Tehát nagy visszhangot kapott, bekerült a köztudatba, és annak a helyére akarták ezt. Ez még inkább, még inkább nem tetszett a budapestieknek. Tehát azt gondolom, hogy a helyet is át fogják gondolni, valószínűleg máshová fogják ezt majd tenni akkor, amikor úgy érzékelik, hogy ezt újra napirendre lehet venni. De tényleg a törvény nem, nem, az megvan, az alapítvány megvan, semmi nem változott, jogi feltételé adottak, pénz van rá, hiszen egyébként a kínaiak finanszírozták volna az építést is, tehát gyakorlatilag bármelyik nap elkezdődhet a Fudán építése. Megnyeri az önkormányzati választást? Marad Ferencváros polgármestere? Hát nagyon szeretnék, igen, remélem. remélem. Maronyi Krisztina, köszönjük szépen! Önöknek pedig a figyelmet, tartsanak velünk további tartalmakért, kellemes húsvéti ünnepeket kívánok, a viszontlátásra!